Előadást tartott Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. Tulajdonos vezérigazgatója Szerencsen a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban december 6-án. A Tudománybarátok köre legújabb vendége a Csokoládék szakértője. A Szerencsi Csoki történetét osztotta meg a megjelentekkel. A különleges édesség a nyugati világ minden rétegének beépült a mindennapjaiba. Hegyalja kapujában a csokoládé és édességgyártás 1923-ban kezdődött meg. Eleinte csupán ét- és tejcsokoládét készítettek, később folyamatosan bővült a kínálat, végül megjelentek az incsiklandú tejkaramellák, az omlós ostyák, a különféle szaloncukrok és a mennyei desszertek is. A szerencsi sárga-barna csomagolású szerencsi csoki mellett ikonikus finomságnak számítanak a melba és a párizsi kocka, de a szerencsi kakaó is olyasmi, ami idestova 100 éve hazai kedvencnek számít. A gyár az 1970-es években rohamosan fejlődött, új üzemcsarnokkal bővült. 1973-ban már 2400 dolgozóval büszkélkedett, akik 18 000 tonna árut termeltek. Több termék kiváló áruminősítést kapott. Itt készült a karácsonyi és húsvéti figurák jelentős része. A II. Világháború előtt az ország legnagyobb csokoládégyára működött a településen, ahol kiváló minőségű csokoládét állítottak elő 1994-ig. Szerencs csokoládéhoz kötődő hírnevét napjainkban a Szerencsi Bonbon Kft. Őrzi és örökíti tovább. Takács István beszédében kiemelte, hogy a szerencsi csokoládé nem csak a múltjából él, fontos a jelen és a jövő is. A cég vezetője személyes küldetésként fogja fel, hogy városa a csokoládé miatt legyen világszerte ismert.